A súlycsoportok száma 8-ról 10-re nőtt, a kategóriák versenyei 1-ről 2 naposra. Pontosan egy hónap múlva kezdődik a budapesti birkózó világbajnokság, amelyről Németh Szilárd szövetségi elnöke, valamint az olimpiai és VB ezüstérmes kötött fogású Lőrinc Tamással beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt kívánok, szia! Szilárd, nettó 1,5 milliárd forintos keretösszegű tendert írtatok ki korábban a VB megrendezésére, nettó 650 milliós biztos megrendelésre vállalt kötelezettséget a szövetség. Mennyi lesz végül ennek a hazai világversenynek az ára? Várjuk ki a végét. Tehát ennyi biztos lesz, mint amennyire kiírtuk a tendert, és még vannak természetesen egyéb költségek is, de vannak itt más számok is, tehát legalább 700 versenyzőre számítunk, kétszer ennyi velük érkező szakértőre, edzőre, úgyhogy akik hivatalosan részt vesznek a programon, olyan 2500 ember lesz. Őket szállásolni, etetni, itatni kell, ezek azért nem egyszerű műveletek, ráadásul felvállaltuk azt is, ami egyébként egy ilyen öngerjesztő folyamatot is elindított, hogy egyre többen keresik Budapestet, hogy itt világversenyt rendezhessenek, hogy nem csak egy egyszerű, talán nem bántok meg senkit, főleg Tamás barátomat nem, de nem csak egy sporteseményről van szó, hanem egy sporteseményhez kapcsolódó kulturális attrakcióról is, ha hát úgy tetszik, Magyarország bemutatkozásáról. Pont ezt akarom kérdezni, és azért ennek is komoly költségei vannak. Pont ezt akarom kérdezni, hogy milyen VB-t szeretnétek mutatni a birkózó világnak, ugye azon kívül mi az üzenet, de akkor ez valami ilyesmi az üzenet azon kívül. Hát ez az alapüzenet az, hogy a magyar birkózók minden érmet itthon tartanak, nem? Hát ez lenne az alapüzenet, és nagyon örülnék, ha ez így lenne. Tehát besöpörnénk az összes érmet, ami csak elképzelhető. Ebben azért néhányan még beleszólnak, mert 100 ország vesz részt ezen, és mondtam a versenyzők számát is, tehát ez egy nagyon komoly megmérettetés lesz, és erre a világbajnokságra mindenki rettenetesen készül. Ráadásul olyan magasra tették a lécet, hogy Lalovics úr a szervezetünknek az elnöke, ugye azt mondta, hogy hát ő azt várja a Budapesttől, hogy az eddigi lehető legjobb világbajnokságot rendezzük meg, pedig már a Párizsi se volt pite. Egyébként Párizsban is egy újdonság volt, hogy mi bemutatkozhattunk, azt mi kezdeményeztük 2017 őszén, hogy a következő helyszín, akkor már tudni lehetett, hogy mi leszünk azok, de akkor még a promócióban dolgoztunk, mondjon valamit magáról, és ennek nagyon jó vízhangja volt. Franciául, angolul beszélő hölgyek mutatták be Magyarországot és a magyar birkózó életet egy külön standon 2017-ben, sőt még a Courbet birkózók című képét is mi vittük el Párizsba, ahol a franciák döbbentek meg a leginkább, hogy Jézusom, a mi legnagyobb festőnk az ilyen képet is készített, és hol is van ez a kép? Hát itt van Magyarországon, Budapesten, a Szép Művészeti Múzeumban. Tehát azt gondolom, hogy sikerült itt utat vágnunk ebben a kérdésben, és ennek kell megfelelnünk. Hát a vizes VB az nagyon magasra tette a lécet, de hát mi nálunk is volt, ugye 6-szor rendeztünk eddig ilyen magas szintű világversenyt, legutóbb 2013-ban, és mindegyikről nagyon nagy megelégedettséggel és nagyon magas pontértékeléssel távoztak a vendégek, és azt mondták, hogy ide szívesen visszajönnek bármikor. A léc magasan van, ezt kell teljesítenünk, de leginkább a Tamáséknak. Leginkább Tamáséknak. Tamás ráadásul Párizsból jó emlékekkel jöhetett el. Azt hogyan látod most edzőtáborok, versenyek az elmúlt egy év alapján, hogyan tekint a nemzetközi birkózó elit, a versenyzőtársak erre a budapesti világbajnokságra? Milyennek érzed a presztízsét most a magyar rendezésnek és a magyar birkózásnak? Hát én úgy gondolom, hogy egy világbajnokság az mindig egy óriási megmérettetés, az a fő versenye mindenkinek, mindenki arra készül a legjobban. Ugye ezt mi is így hegyeztük ki egy évvel ezelőtt a felkészülést, hogy volt közben egy Európa-bajnokság, több nemzetközi verseny, de a legfontosabb az évnek a legnagyobb verseny, ahol mindenki csúcsformában akar lenni, az a budapesti világbajnokság. Én úgy gondolom, hogy a megfelelő úton halad a felkészülés, az egész csapat egyre jobb formába kerül. Most kim voltunk Fehéroroszországban egy edzőtáborba, utána a többiek kimaradtak egy versenyen, ahol, ha jól tudom, 4 aranyérmet nyertek, úgyhogy jó formában vannak a fiúk. Én úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy tényleg egy jó szereplést tudhassunk magunknak, és ahogy az elnök úr is elmondta, a szervezés a legmagasabb szinten zajlik, úgyhogy nekünk is a legmagasabb szinten kell teljesíteni, és,
és tényleg megteremteni ott azt a hangulatot, hogy egy nagyon emlékezetes világbajnokság. Említettünk már bizonyos rendezési és szabályváltozásokat, ehhez a birkózó társadalmak hozzá vannak szokva már az elmúlt évtizedekben. Most amilyen irányba tart a birkózás, az nekünk magyaroknak megfelelő? Hát én úgy szoktam mondani, hogy nekünk minden szabály jó, szóval az edzők azt szokták mondani, hogy a jó birkózó minden szabályba tud nyerni, erre volt több példa is, úgyhogy hát igyekszünk minél gyorsabban hozzászokni, beleszokni egy új szabályba. Ugye a tavalyi világbajnokságon nem volt a lenti birkózás, de folyamatosan arra a világbajnokságra és azután is úgy készültünk, hogy sokat foglalkoztunk a lentivel, mert tudtuk, hogy vissza fog jönni, ez így is lett. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a szabály, ez még látványosabb, még több olyan fogást, szituációt tartalmaz, ami a nézők számára érdekes lehet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg minden szinten próbálunk felkészülni és tartani a ritmust a nemzetközi elittel, és hát az elmúlt versenyek, az elmúlt világversenyek azt mutatják, hogy elől vagyunk. Hazai rendezés, országi imázs feladatokkal és üzenetekkel is, de közben persze, ahogy ezt mondtad is, nincs jobb imázs annál, mint hogyha jönnek a magyar aranyérmek és a magyar érmek. Beszélgettem itt már a szabadfogásúakkal, hát ők is szeretnének érmet elérni. Van is rá esélyük. Van is rá esélyük, ők is úgy gondolják. Mi a helyzet Tamásékkal kötött fogásokkal? Tehát mit vártok ti éremben, éremszámban? És kire teszitek a legnagyobb terheket ezen a világbajnokságon? Hát nyilván ő rajtuk van a legnagyobb teher, és ő nekik kell mindent megkapni azért, amit a Magyar Birkózó Szövetség juttathat, hogy ezt a terhet egy ilyen édes boldogságát tudják varázsolni. Tamásnak az öccse mondta, Viktor, hogy neki az lenne a legboldogabb pillanat, hogyha itt Magyarországon játszanák el a himnuszt. Azt hiszem elmondtam az éremnek a milyenségét, amit a Lőrinc fivérektől várunk. Viccet félretéve ezt nem egyszerű megszerezni, tehát ehhez időzítésnek, mindennek be kell jönni, de azt hiszem, hogy magunk részéről, és itt többször konzultáltam én a csapat tagjaival is, mindent megtettünk azért, hogy ez az érem tényleg megszerezhető legyen. De visszatérve a szabályokra, azért egy gondolatot engedjetek meg nekem is, bár én régen álltam a szőnyegen. De az lenne jó, hogyha visszatérne az egész birkózás abba az állapotba, amiben néhány évtizeddel ezelőtt volt. Tudom, hogy ezek ilyen álmok, de legalább az történjen a szőnyegen, tehát a szőnyegen a versenyzők legyenek az elsődlegesek, ne a bírók. Hát ki látott már olyat, hogy a bírók döntögetnek jobbra-balra? Hogy úgy alakítjuk a szabályt, ahogy épp a legerősebb, legbefolyásosabb embereknek ez tetszik. Tehát én azt látom, hogy a birkózás többek közt azért veszített a nemzetközi súlyából, mert veszített, ezt valljuk be, hát nem véletlen került arra a padra, hogy néhány évvel ezelőtt azt akarták, olimpia, hogy még az olimpián se vegyünk részt. Azért, mert ez a szemlélet eluralkodott. Tehát nézzük meg, ugye vannak ilyen régi felvételek, ahol nem kétszer két percet, háromszor két, háromszor hármat ilyen szabályon szabályoznak, hanem mennek 20 perceket, 30 perceket birkoznak, és nagyon nézhető. Tehát én egyetértek a Tamással, hogy ők azért mennek oda föl, hogy a közönséggel ők együtt valójában megalkossák azt az élvezhető, nézhető sportot, amit birkózásnak nevezünk. Hát igen, bocsánat, az eddig is akarról szólni a közönségek. Én azt szoktam mondani, hogy akkor változnak jól a szabályok, vagy akkor lenne jó irány, hogyha a versenyzők lennének az érdekesek, és nem pedig mondjuk a bírók, akik vagy így, vagy úgy ítélnek, emlékezzünk csak éppen Viktornak az esetére. És végül, mert a végére értünk, Tamás, annyit mondj meg, hogy szerinted azon kívül, hogy itthon mit tud mutatni a magyar birkózás magáról, és ez nyilván nagyon fontos és különleges, milyen jelzést adhat Budapest Tokió irányába, hogy mi lesz két év múlva? Hát abszolút, ahogy ugye közeledik az olimpia, jövőre már kvalifikáció, hihetetlen, még most lett vége a Riói olimpiának, és már itt vagyunk Tokió kapujába, úgyhogy mindenképpen egy jó felmérés lehet. Ugye most már egyre jobban érnek be azok a fiatalok, akik még egy-két éve nem tudtak beleszólni az élmezőnyben, most már azok is egyre nagyobb
erőket vonultatnak fel, úgyhogy mindenképpen egy komoly visszajelzés lesz ez mindannyiunk számára, hogy milyen esélyek, és hogy milyen nehézséggel fog ez zajlani, ugyanis hát még nehezítettek annyit az olimpián, hogy levettek 3 helyet az olimpiai programból, így az egész világról egy súlycsoportba 16 ember jut ki. Hát ez egy óriási nehézség, és itt nem elég az, hogy valaki egy versenyen jól teljesít, vagy aznap csúcsformában, itt akár több versenyen is maximumot kell hozni, szerencsefaktor is nagyon sokat számít, úgyhogy nem lesz egyszerű nagyon a kijutás, de úgy gondolom, hogy ezzel még nem kell annyira foglalkoznunk most tényleg. Budapest, eredményes felkészülést az utolsó hetekben. Köszönjük a finishben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget.